Taiga the Gaming Channel. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Most már régen volt farm viszonylag, úgyhogy most összeszedtünk hárman, úgyhogy farmozni fogunk. Első konyarban aztán majd látom, hogy lesz-e még energiám, erőm másra is. Úgyhogy nekiállunk, nem is tudom, mit csinálok a többiek, de majd kiderül, hogyha belépek. Mindenesetre gyorsan üdvözlöm a népet, aztán dolgozunk, mert megint eltelt az idő. Itt van Brigitta, üdvözöllek, mint szponzort, ugyanúgy, mint Molnár Zoltánt, még egyszer, szóval ugyanúgy, mint Molnár Zoltánt is üdvözlöm, mint szponzort, illetve itt van Horváth Tamás, Topa Márti YouTube-on is, Ungvári Ádám YouTube-on, a többieket majd üdvözlöm, hogyha jönnek. Brigittának és Zoltának küldök zenét, aztán gyorsan indulunk, mert már vagyunk késve. Mindig Pusszantás küldött Gábor, lehet hallottad. Zoltánnak meg Pacsit. Na, azt mondja, hogy akkor nincs valami zenebarát, aztán indulhat a munka. Az urak már nagyon benne vannak a legjobbában. Zoltánnak Csabit nem küldök, mert megvan áldva egy Csabival, úgyhogy. Van Csabi? Akkor jó, mit csináltok? Csabi az egy nagyon. Meg itt az összes alkoholt, ami rendelkezésre állt. Most mit csinálunk? Vagy mi csinálunk? De valaki vett, vagy mi is ő tárcsáz? Tárcsáz a zandémet, szórom a földeket. Azt a kis darabot itt Gábor nem szóltad be, ami hozzá tartozik. Melyik? Hát a 14-es, de az másik föld. Túl az úton. De az másik föld, nem? De hát nem feltétlenül a 14-essel van egybe. Akkor a 14-essel? Akkor mit csinálj, én is tárcsázzak? Megszórom. Hát, mit nézzelek? Kell tárcsázni ezt a pici földeket aztán. De hát 19-20-at is tárcsázni kell. Hát mindent is kell. Ha azt mi meg akarjuk hagyni, de 20-as ugye nem bírjuk eladni, tehát muszáj 20-as azt nem bírod eladni, tehát... Ja. Jó, akkor keresek itt traktort aztán. Jó, hogy ez a mókus mindig lesznek. Köszi, egy elég belül, egy is elég belül az, hogy az Zoltán. Mondja még egyszer? Ugye, egy, nem láttam még Tamás, majd megnézem. Jó, itt van Árpád és Á Gábor Szevasz, illetve itt van Bakos Sebastian. Azt ugye Zoltán, hogy egy is elég volt belőle. Hát... Vaj, most mi nincs elő ajzébe? Nincs visszatérítő ajzébe. Kormányban, mi a fele van vele? Ezt mikor szokott ilyet csinálni? Tudja, rosszabb. Könnyű a kormány. Na, egyen megnézzük, hogy kibekapcsolom ezt a nyavaját, akkor mi van. Na, most jó lesz már szerintem.
kicsit gyenge. Ez azt mondja, hogy egy kicsit húzunk rá, így nézzük meg. Megjött valami frissítés, mert megint nem az igazi. Na, akkor kikapcsolom ezt a nyavaját. Kérésedre beszórtam azt is. Nézzük így. Tárcsázom meg azt is. Azt is. Farmban megint valamit elszúrtak, vagy nem tudom. Én egy kicsit könnyebb ezt lekerni. Csak ez nagyon, nagyon necces. Tényleg Zoltán, Zolika megbékélt. Na, oké. Csak ezt még mindig írogatnom kell. Itt van Nagy Arnold, üdvözöllek! Hát itt valami gevasz van. Megint benn van ezé. Jó van, kilépek. Megint benne van a Holt játék. Mi a franciért csinálja ezeket néha, hogy visszaáll? Beállítások, kontroller, játékvezér, nem, ahol kell szállítani. Visszatérítés nincsen sehol. Mindegy. Na, szervusz közben, Dinamo, üdvözöllek, mint szponzort. Most megint keresettem egy fél óráig a játékot, mert az előbb is, amikor beléptem, 18 egyre találtam meg. Fiatal még nem bírja, azt mondja. Mondjuk, igen, lehet, hogy én sem bírtam volna a helyébe azt a történetet. Arra imádom a farmot, mondtam már. Mondtad egy párszor. Szervusz, Green Ludi. Mindig forrás, hát sose lesz jó dinamo. Még a 2642-ben se lesz jó. Ilyen ez, mint a Forma 1. F1 2800 se lesz jó. De miért nincs visszatérítő erő? Mondja már neki ez a szarjáték. Mindent elbasznak, mindent. Hulladik trágyadom játék.
Na, most kikapcsolom, visszakapcsolom. Jó, kicsit könnyű, de jó. Nem jó, de mindegy, most már így marad. Gondolom, hogy szizomlázom. Rendben, Zoltán. Csak gondoltam, megkérdezem. Na, akkor most a 20-as sem végek szerintem, mert annyit elszúrtam, hogy a másik már biztos kész van. Fekete még a tárcsa, ugye? A sárga, az eke. Igen. Kocsis úr, üdvözlünk a chathez! A kocsis úr üdvözlök, mint szponzort, ugyanúgy Vikinget is. És nincs az ez a... mondhatmány így. Jaj! Na, jó lesz. Nem egyenes. Most nem nézem. Örvenetes. De az lesz. Csak a szélét, hogy Árpád meg ne sértődjön. Aztán meg... majd csinálunk rá valami irányt. Szervusz, Reszegi Bálint, üdvözöllek. De most poroljátok le az LTS-t, akkor elmér az jobb. Ezt nem akarok összeszállítani? Nem tudom, én most csak az egyiket szórtam be, mert hogy a másikat el lehet adni. Jó, hát akkor majd kitaláljuk. Ügybe lehet szántani, és akkor utána is el lehet adni. Utána nem lehet. Akkor már nem lehet? Nem. Azért nem lehet eladni a 20-as sem. Nem. Valószínűleg mondjuk ott valami... belevágottam egy fát, vagy ilyesmit, azt azért valószínűleg. Na, de mindegy. Hát, nem is nekem a szerint. Hát így van. Szervusz, Botos úr! Akkor volt rosszó pár napja, azért mondtam. Majd látjuk, nincs egy... ingredienciám az egyébként, hogy őszinte legyek. Az is mindig csak a szívás van. Ez nem tud csatlakozni, nem tud csatlakozni, a modok nem jók. Nem tud bejönni. Emlékszek, az is mindig csak a szívás volt, lehet érsem. És ha nincs valaki benne még a kezdés előtt, akkor nem tudja fuvart lemásolni, meg mit tudom én, micsoda. Nem tud fuvart generálni, meg a kombóján más volt majd kis a helyzet, ott meg ugye modokkal van gond. Azoknak kereső, nem, arra lesz, hogy befejezem a streamenek. Nincs már az, ez türelmem, úgy érzem. Csak a széle, megmondta Árpád is. Várj, mondjuk ez egyenes, nem?
Lehet, hogy van GPS-ről is. Na mindig. Majd visszafele. Vagy a következő sorba. Paulik úr, köszönöm a megosztást, üdvözöllek, mint szponzort! Következő főzés zár körül lesz, ja? Csaba mentes, úgy érted? Jó, hát ezt mondta talán üves. Hát, abba is hagyta, hogy két hónapra, ha emlékszel rá. Ha nem, akkor nem voltál jó, jókor jó helyen. Üdvözlő apukád, na üdvözlöm Feri bácsit! Igen, azt mondja, Csaba menteset. Nem. Majd elmondod a részleteket, de most már kíváncsivá tettél. Zoltánból kihozni ezt, nem lehetett egyszerű ott a fellépés. Több. Ja. Fogjuk rá. Majd el lesz mesélve tanul. Nem kell, én szerintem vagyok észre, de most jól vagyok, csak... Mondtam. Szerbusz, Paulik úr. Csak mondtam, hogy igazából nem sok motiváció van ez irányában most már. Játékokat unom, újok nincsenek, normálisak. Hát, meg ugye az egészet. Ott az íre azt tette fel, amikor beraktam a kocsiba. Melyikbe? Az övébe? Ja. Mármint a Zoltánéba? Nem. A tiédbe? Mi az övébe? Nem, Csabán. Nem az autójába beraktam a Csabát. Hát miért raktad be az autójába? Nem te úgy vezetett. Nem, jöttek érte. Ja, értem. Jól van. Nyugodtan, ő volt a... Utána kezdődött volna a buli. Csak hát... Üdvözi Paulik úr, Gábor! Szerbusz, Polos úr, üdvözöllek! Gábor, egyetért ezzel, ő sem tudom, amivel játszani. Hát látom, most azért kertem hajózni, de hát igazából jó, és ezzel elpörgök egy darabig, de hát az se annyira. Hajde. Az én világom. Ki, olyasmi játékok ellenének, mint a... Green Hell, Seven Days, meg olyanok, amik... Van kis intellektuális rész is, meg az is jó a Satisfactory, csak hát... Azt meg minek streameljen, mert úgysem nézitek, tehát... Csak pár ember. Meg játszani, meg el tudok vele. Mármik most már azt is kimaxoltam, most egy kicsit megint lehet vele várni. Most van megint két játék, ami streamel nem kéne. De még azt se tud bevenni most, hogy kaptam két kulcsot. El a kis háromszöget beszorod, vagy? De nem kell. Leszorom mindjárt. Csak pont nem úgy fordultam. Keressük a jelzőt, romboló nem arról szól, nem keressük, Gábor is van majd, de... Na, abba is belefáradtam. Na, mindegy is. Jó, de alapból úgy kezdted a streamelés, hogy úgy is játszol, ha már... Hát igen, de már most már játszani is játszok. De az a helyzet, igazából már játszani is így annyira kedvem. Kéne valami olyan, ami... lekötne, vagy mit tudom én, de hát most jó, elformozgatunk, meg el vagyunk itt, beszélgetünk, meg elcsinálgatjuk, meg jó, meg nem arról van szó, csak... Anti az ötöst is be...
húztad? Valami más is kéne már lassan, mondjuk ez a fajó egy kis újdonság volt, de hát ez se tart örökké. Hát és ez is jön, semmi kedvem, alti és ez se. Tehát semmi, ilyesmi. Van egy mindegy. Nem tudtam. De lehet, hogy még mindig a post-covidban szenvedek, az azért nincs semmi az kedvem. Jó, semmi. A domba felfele nem bír menni, úgyhogy... Jó. Nem tudom gyorsan. Hozok vetőgépet, azt a... Szervusz, Pólos úr, üdvözöllek! Oké, elbújt kezdem a stream, és egy hónapig csinálom. Ez az 5 éve volt. A hármas nem, meg, nem meg van, most már jövök. A hármas meg van, most már jövök. Tessék, adni lóerőt! Oké. Ez egy kérem, hogy komolyabb traktor. Ez egy kicsit hangos a zene. Na. Még lefele sem megy, mi a fene van? Na, nem tudni, rombolunk, miben szenvedek. Azért ez a post-covidos izé, ez nem lett igazán feltérképezve. Valami biztos, hogy van. Holnap megyek szívútra angra, hogyha az Istenben van, akkor már is nincs több ötletem. Még elvesztette a visszatérítő erejét ez a szar. Még alta volok, akkor kibe kell kapcsolni ezt a nyavaját, mi? Körülbelül. Most lett sokkal jobb, de valamivel. A kormányhoz lett frissítés? És amiatt? Nem, semmi. Nem tudom, hát semmit nem csináltam. Hát újraindítanám a farmot, csak a farmnak is jött valamilyen izé, hiszti, hogy a cosplay-e valami baj van, akkor neked is kiírta. Nem, nekem nem írt ki semmi. Nekem kiírta, hogy a cosplay-e valami észrevétel van, akkor jelezzük vissza. Azt javítják. Szervusz, Demeter László, üdvözöllek! Gábor, a pörköltet mindenki dicsérte és túlélte. Na, akkor az már egy fél siker. Hát az a lényeg, hogy... Ki mit vacsorázott, ebédelt, kéne megint valami ihlet. Na, adjatok ötletet akkor Brigittának. Szervusz, Surányi úr, üdvözöllek, mint szponzort! Botos úr is üdvözli az uraknak. Gábor is, Pauli kulek. De látod, mondta Zsolesz, hogy a paprikát, paradicsomot ne rakjam bele. Miért? Pörködbe? Hát miért ne raknál bele? Igen, mert hogy édes lesz tőle a pörkölt. Hát nem tudom, melyik tőle konkrétan. Persze. Hogy nem a... Jó, hát nem kell bele, tehát nem fontos belerakni, csak el nem rontja, tehát... Tehát nem csinál semmi, szerintem, hogy édes vagy ilyesmi. Nem. Hát jó, hát nyilván attól függ, mennyit raksz bele. Nem lecsót csinálsz. Jó, nem 100 kilót. Egy pici kell bele. Csak az íze kedvéért raktuk bele. Meg a soft miatt. Túl sok soft. Túl sok soft. Én petrezselymes krumplit ebédeltem, kérem szépen. Grill hússal és... Nem, ha én ezt elmondanám, Brigitte nem főzné többet, azt írtam. Lehet, hogy lenne valami fantázia. Szuper volt, Zsolesz már félre beszélt. Pedig nem is ívott semmit. De hát azért. Hát én is iszok egy kávét. Úgy döntöttem. Akkor ez a szám, menj át YouTube-ra, Dilamo. Ezt neked mondani kellett. Szakértő vagy. Gondoltam, hogy nincs benne víz.
Szegényebbet még az ág is húzza. Nem az én napom, nem az én hetem, nem az én hónapom, nem az én évem. Dehogy nem. Én is szeretem, mikor reggel megnyomom, és akkor megfőzi félig a kávét, és nincs benne víz. Na akkor aztán... A csatlakoztatsz viking természetesen. Csak nem tudom mi ez. 360p van, de akad. Na, eljön ez. Szervusz, Polos úr, YouTube-on is. Ah, most másszak el vízért. Komolyan mondom, bevezetem ide a vizet. Hát de ott van mögötted. Ah, nem fűrőszobával. Egy csap kell. Átfúrom a falat, fölrakok egy slagot, aztán csapot a végén, azt adjam neki. Vagy körbevésve a falat. Hát végig is ugye ezekkel műanyag csövekkel már rohadtul halad. Vésni kell neki egy hornyot, azt belerakod, begipszered, vagy beragasztod aztán a vakolat. Lehet is festeni. Sőt, még azt is lehet, hogy kábel csatornába elviszed. Vannak egész ilyen vékony csövek, nem kell ilyen félcolos, meg ilyesmi vastagságú. A kávéfőzőnek egy egész kis vékony kis cső is. 3-8-as, vagy még kisebb. Még vannak ilyen nem is szolosok már, hanem egy 12-es. Láttam már olyat is. Ilyen nagyon kis fogyasztású pontokra elviszik egész kis vékony csővel. Egyébként az izébe is van, motorvonatban is, a kézmosóhoz is, meg tudom, nem a WC, ez meg ilyen vékony merev falu csővel. De hogy fő, azt mondtad, hogy elszálltad. De jövök egy pillanat, csak ezt befejezem. Még van egy picike is. Ej, mász fel! Traki megy a hegyen. Pontosabban trakis, tai megy a hegyen. Nem, a lejtőn megy. Nem tudom, hol van egy. Mi lesz? Reggel megkóstoltam a pálinkát, Gábor, finom. Na, kerülök neki. Ebben én nem vagyok szakértő, de én úgy gondolom, hogy szerintem is. Már sokat nem kóstoltam, de amiket itt kóstoltam, azok közül élen járó. Az is finom volt, amit itt túlzoltál, azok is. Jó, ne. Elmélyek. A barack is, szilva is fincsi volt. Kell még valamelyiket tárcsázni? Vagy jöjjek oda tai vagy? Sajt is ittuk, igen. De ott valami volt más itt, mert a vicca az elején kettőt hozott ki. Egyet ivott ő, vagy egyikből, utána abból is ittunk. Ittam legalábbis én, meg a Zsoleszét biztos. Szerintem te versél, Antól, mert szóval nem sokára betárcsázom. Ja, azt csináld. Vagy valaki azt csinálja legalábbis. Tessék? Ez elkövető. A Gábor vet. Ha nyugodtan betesz, mert ezt már betárcsázom. Okay, húsra vesz, ez a hús a szomszédból kell beszerezni, hadi titok. Ah! Csak meg nem tudja, ez is titok.
Te átadtél, jaj, az is volt? Láttam a hűtőben, volt baraszkos. Minden volt. Mindent is ittunk, ami A betűvel kezdődött. Antal kedvenc. Tárta teája, varaszkos. Az volt Zoltániknál. Zoltán amúgy lehet, hogy azt tette be a kaput egyébként Csabinál. Mert utána bolondult meg. Hát figyelj, szerintem inkább az előzmény. Ez már csak az utolsó csepp volt a pohárban, ahogy mondani szokás. Nem hiszem, hogyha megitta volna, nem lehet, akkor baja lehet volna tőle. Csak úgy az előzményekkel együtt már. Megiszol egy felest, azon nem lesz gond, nem lesz részeg. De ha megitt előtte már fél litert, akkor utána az utolsó fél deci, az biztos, hogy hatással van. Na. De az utolsó két órában azért jól megoldottam. Leítottam kólával. Kólával? Hogy bírtad leítatni? Azt hittem, öntöm neki a bort is. Csak na, jó állhatott akkor már. Szerintem most nem nagyon tudta, hogy hol van. Úgy kellemes volt. Ja, Dinamo holnap megyek Orosházára. Ha még itt vagy egyáltalán, akkor jelentkezz és reagálj. Te meg dolga. Gondoltam, tehát figyelj, ezekkel már kezd gyanússá válni. Mindig van. De figyelj, akkor mikor nem dolgozol? Mert azt most... Nem fogod megúszni, mert ez a... 20-25 kilométer nem fog költözve járni, hogy menjek. Ezt megbaraszkoljak. Szervusz, Horváth Máté, üdvözlet! Á, Tutálhámon úr is itt van YouTube-on. Na tessék. Volt a YouTube-on, találkoztam Taik a Debrecen Kölcsei Központ. Mi? Hát, ja, hülye, volt egy YouTube találkozón, na értem. Mennyi olvasom hülyén. Kölcsei Központ, remek. Nem, akkor game over. Már akkor game over lesz, hogy az volt. Két műszakban vagyok, és össze-vissza. Na persze, mondja időpontot holnap. Ahhoz még egy pár oldal szalonnát a színedilamó. Mihez? Game overhez? Na ez készen van. Összecsuk. Jó, a vetőgépet kell akkor előkeresni. Nekem is körülbelül mi. Uh-huh. Most itt a 14-est azt már bevetettem, Igen, most a 3-ast vetem. De még ott van az 5-ös, meg a 20-as lenne, amit ugye most betárcsáztál. Javítani kéne a lyuk érzékemen, úgy érzem. Azon a nagy kapu nem tudtál bemenni. Kellene egy kis kurzus, vagy tréning, vagy mit tudom én. Tanfolyam. Amúgy azért sajnálom a sátradat, kedves Zoltán, ami megpusztult. Ez csak egy sátor. De majd... Még legközelebb. Még én próbáltam megcsinálni. Sajátor nem a világ vége, ha csak nem ilyen nagyon különleges elit. Nekiálltam izé furóval.
szétfurkáltam az egészet. De miért? Össze lehessen rakni. De mi volt a baj? El volt törve az egyik tartórudja. Most nyelvemben volt, hogy legközelebb bíz szakemberre, de nem akartam. Ha. Nem, mégis jó, hogy csak elvottam. Nagyon vicces. Ismét jót nevettünk. Igen. Ez, majd lesz másik kreator? Lehet. Vagy hogy csoda? A barackozáshoz. Viszont? Ezen nem dicsekednék azt, hogy Dynamo mivel. Nem volt, nem tudom, miről volt. De egy... ja, hogy nem jó lyukérzékem, azzal gondolom. Szólj az asszonynak át majd. Szóval teszem, hogy tréningezni kéne, mert kiestem a gyakorlatból. Rék a kurzus kell, azt mondják. Ugye? Kurzus. Azt mondja, hogy így ne. Jaj, de azt mondja, hogy meg ne hallja, csak gyakorolni szeret, hogy gyakorolni szeretnék, ja? Hát... Nem hallja meg szerintem, mert... Arrébb van egy szobával, vagy kettővel. Mindjárt csattan a tarkóján a felmosó, hogy egy fiú, de nincs itt, de akkor nem mernék éneket mondani. Hallom, amikor bejön. Meg most volt itt egyébként is, úgyhogy valószínűleg nem jön vissza. Egy darabig. Mert megy a szállítógép is, meg a mosógép is, úgyhogy... Meg a klíma is, mert megdöglök, olyan meleg van hirtelen. Pockokok jól vannak, pockokok. Á, vannak. Csak már most napjában többször visítanak répáért, bár nem kapnak, tehát... Minden hiába. És nem jó. Mi nem jó? Hát, hogy nem kapnak répát. Kapnak répát, de hát több nap, mint répa, vagyis hát legalábbis... Nem lehet mindig répát enni. Na, ebben mit vetünk a 20-asba? Amit szeretnél, én most ide repcét ültetek. Mondjuk lehet oda rakni... Ugye mondom mit. Mondjuk cirkot. Vagy Buzát, vagy Árpát. Vagy hát most azt nézegette, hogy viszonylag messze van innen a Siló, azért Szavalmát hordani. Lehet, de ugye a 6-7-8-9 az egy... Akkor cirkot. 6-7 mindenképpen Szalmás, mert az ott van a szomszédban, meg a 3-asra is az kellett volna, az is ott van a szomszédban, de... Mindegy most de már. De Repcének van. Vagy ennek van, igaz. Na, oké. Leenged, bekapcsol. És vet. Mint a kis angyal. Azért vetettem repcét egyébként. Uh-huh. Jó. Mert benn van a modunk, és emiatt ad. Még miért a nevük? Már miért? Ezértnek? Tengeri malacoknak? Ami volt? Ki az én így, Brigitta? Oké, akit átvilágítunk, rendítsük. Főkülön fizetés, Tai Gábor, Lajos a létszám plusz, akit átvilágítunk. Jaj, nem lehet itt csak úgy... Meghívó nélkül, most már? Oda. Nem, már nem. Gyilos. Gyilkos kutya, nem enged be. Jajjaj. Melyiket kell még vetni? De. Vagy? Hát a 20-ast, meg még az 5-öst. Mit kell a 20-asba? Vagy az 5-ösbe? Hát a 20-asba a cirkot. Okay. Az ötösbe lehet ugyanúgy repcét ültetni, ezt akkor így ebből a három földből lesz, hogy... Akkor melyek a 20-asra. Oké. Ez úgyis nagy, ahhoz ketten kelletek. Mazsra, Tárdi, még gyere ide, takarodj, de nem. Szerbusz, Ruszkovics, Patrik, üdvözöllek YouTube-on. A repcét lobog a szélben, a szél sem. Nem fostika, csak fosika.
Borzika meg Fosika. De az a vicces, hogy Fosikából lett a bátrabb, lett a góri, aztán most a Fosik, Fosik jobban a Borzi. Szervusz, Izzel Stöger úr, üdvözöllek! Szervusz, Izzel Stöger úr! De van egy alternatív nevük, az egyik az Csokoládé, a másik meg Filippone. De az valahogy feledésbe marult. Nem ha használjuk nap mint nap. De mondjuk legyen az a hivatalos nevük, ez meg a Bece nevük, az imént hallott kevésbé diplomatikus megnevezés. Egyik az olyan csokoládé barna színű, szóval azért csokoládé, a másik meg akkor legyen Filippone. Mutattam Gábornak jó kis horgászhelyeket a környéken. Fénykép, hát ez remek. Én úgy gondolom, hogy majd hónap alá csapom Grétát, azt elmegyünk valamikor. Igen, csak jó, az a baj, ő is táborról táborra, fene tudja, mikor van szabad ideje. Állandóban. Táborba. Körbe-körbe, uram? Szereti a táborozást. Hát először körbe szedem, de a másik oldal GPS-et csináltam. Az egyedül egyenes része ennek a földnek. Még 90 fokos. Cirok. Akkor mikor jössz rá hónap Dinamo? Elárulom, hogy délelőtt járok arra. Itt vagy, Viking, egészségedre! Remélem, készülj már teával. Ez a cappuccino az régen volt már, Paulik úr. Régi szép időkben már most csak ilyen izé van. Üres kávé fehérje porral. Délután fog rájönni, ráfarag, mert megyek. Visszamegyek. Na itt van Viking úr, akkor egészségedre neked meg a teát. Vaníliás kávé, hát vaníliás, fahíjas, fehérjeporos kávé. Úgy kutyolod, hogy azt hittem a szomszéd kelt és megy a melóba. Na hát Árpád, akkor legalább felkaptál a fél egy pillanatra. Na. Csavarjuk, mert nem halad. Ratszét! Lobog a szívben, a szívzső. Gyeramó, mikor folytatjuk, ha már idén kimaradt a Imolai nagy díj, akkor legalább be kéne nyomnunk. Brigitta, köszönöm a megosztást! Legalább jó csaj, micsoda? Ilyen szomszéd? Lehet, hogy jó csaj, Árpád majd megmondja.
Úgy, hogy a nagy tempójú számokat raktam előre, ahhoz képest elég altató zene van. Még nem, Zoltán, még nem. De holnap, mivel megyek dologozni, ezért biztos. Meg fogom kóstolni. Jó, kaptál ilyen dobozos kávét? Igen, igen. Ezt már tavaly is ittál, nem? Vagy nem ittál vele? Nem. Mert vittünk oda. De abból én nem ittam. Hogy nem ittál vele? Hát nem tudom, nem adtál belőle. Biztos nem fulladott elő, biztos adtam volna. Hát de, akkor se ittam olyat. Hát mondjuk nem, hogy ez egy kávé is. Mondjuk nem tudom, akkor nem kértél, vagy nem tudom, hát biztos kínáltalak vele. Lehet, hogy kínáltál, nem tudom. De biztos, hogy nem ittam be olyat tavaly. Hát akkor két eset van, vagy nem kértél, vagy tapló vagyok. Lehet, hogy ez utolsó. Hát így, ez is kizárva. Előfordulhat bármi is itt a mai világban. Emlékeim szerint nem. Nem volt ilyen, de ki tudja. Te mit csinálsz? Botek. Ebbe az irányba húztam. GPS-szel, nem abba. Csak a túlszélén. Na mindegy most már. Nem most két fajta van, Zoltán, az igen. Azt mondja, úgyhogy Imolát már 6 éve lenyomtuk, de mindegy. Imolát lenyomtuk? Akkor mit nem nyomtunk le? Itt már hogy állunk? Már jó voltunk már? Mi jön akkor most? Tényleg benyomtuk. Miami-ben voltunk a múltkor. Ja, te Miami időmérőnél vagyunk. Aha, tényleg igazad. Na jó, hogy lenyomtuk az időmérő. Meg az ezért szabad edzés, most megint nem tudom, hogy mi hol van. Miami után mi jön? Már csak azért érdek, mert ugye most volt a... ugye elmaradt a Imolai nagydíj. Barcelona, akkor most föl lett cserélve. Mert idén fordító volt. Az idén most voltak, ugye most lettek volna pontosabban. Imolában, és utána megmentek Monte Carlo-ba. Miami, utána jöttek Imolába. Jöttek volna. Most föl lett cserébe Imola meg Miami. Megcsinálték. Na jó. Monte Carlo az még izgalmas lesz, nem? Tehát azért fel akar, be kell gyakorolni. Hát ott egy kicsit szűk, igen, az út. Monte Carlo-ba. Arra is rá kell nézni, mert olyan félben. Minden csak elkezdünk, aztán félben marad. Nem jó az így. Tönnek volt a 100%-os futam a Monakóban, szóval elég volt. Na. Azzal biztos begyakoroltad.
Kalsimirat is? Hát, ő itt te. Lehetne azt is. De azt is már kijátszottam párszor, most nem jött hozzá semmilyen újítás. Ment aludni reggel, meló. 3:50-kor kell és jó éjszakát. Ja, menti aludni. Jó éjszakát, Zoltán. Szerbusz, Zoltán. Jó ét. Megcsóvalja a traktort ez a vetőgép rendesen. A 12-es még a még azt eladod, vagy mi van szöle? Nem tudom. Bevessük. Nem tudom hirtelen hol van. Bal a széle. Hát azt eladom, mert azért az messzebb van. Vagy ne? Na mindegy, mert azt is be lehet vetni, csak akkor azt meg kell szórni előtte észre. Jaj, beveti a gazdája, talán meg nem eszi. Na, még leratjuk. Alakul a tőke, de... Majd az eladáskor jobban fog alakulni. Ja, most októberben nem sokára eladási időszak is indul. Szervusz, Hajdú Szilárd! Ezt a háj sort vetesz, basszus. Na, azt a 40 soros, hogy mennyi ez? 2... Hát számolja a fene. 2, 4, 6, 8, hát több ez. Hogy rohadt? Na mindegy. Majd a következőnél felszántjuk őket. Melyiket? Hármast meg a 20-ast. Jó, hogy végigmentem rajta. Másokat kell megfogni. Annyi híja volt. Na, ők felszánthatjuk, bevetjük újra. Persze, nem kell. Nem kell, majd meg lesz utólag. Igazából már itt már olyan föld nincs, amit be lehet vetni. Illetve még a 4-es van. Nem tudom, de azt majd beveti a gép. Hát. Jó, hogy nem mindent mi vetünk. Dilomon nem nyilatkoztál, mikor érsz rá holnap. Holnapra majd valami olyan játékot kell keresni, amit mondjuk nélkülem is lehet játszani. Most 7:30-tól meccsem van. 8:30, 3:19, mire vége van.
9, mire hazaérek, 4-10, mielőbb biztos, hogy nem leszek gépnél. Meg kaja, meg fürdés, ágyikó. Úgyhogy holnap nem nagyon leszek én. És mondhatnám, hogy nem baj, de szarul szólna. Lehet, hogy én is egyébként. Tehát vizsgálat után lehet, hogy leszek kenődve, és nem eszkedem. Délután? Már mondta? Nem figyeltem. De nem mondom, mikor élsz rá. Jön, ahol itt van a Jumbo Jack zenét. Merre vagy? Ugrácsozni bármikor. Hát jó, de holnap bármikor? Oké, szóval mondjad az időpontot. Ezt megyek, viszem a bográcsot. Neked már csak őzet vagy marhát vagy ilyesmit kell szerezni. Meg egy kis hagymát. Nem meg tűzifát. Az azért nem már. Meg csak nem akarjuk nyersenni. Már is kész a nyersen akarod. De Bernie, mikor lesz kész az a hamburger? Már is kész a nyersen akarod. Holnap nemet melózok, mondtam. Hely, ezt értem, de mikor melózom? Gázol, díze. Mibe? Ebben nincs hát, azt venni kell. Kár nem lehet rendelni. Mi az, hogy nem lehet rendelni? Tessék. Tele van. Full. Leszállították. Gyorsan. Három után végzem, már megyek is. Fél négykor hol találkozunk? Na. Te megvetted a gyapott földet? Igen, de ezt mindjárt adom. De mi? Nem azt akartam megvenni. Ja, de még talaj információt is kértél rá. Ja nem, csak arra nem. Cukorrépát, ezt még megveszi. Azt megvettem, mert az sokat ad. De van még egy 37-es is. Tudom, de az még... Még az még adébb van. Az még világos zöldben van. És a sötét zöldeket vettem meg, ami olyan... Jó, van ez a New Jazz névvel így volt. Ez is az, akkor még egy árjuk. Ez benne az.
Izéket, mikor terményeket, hogy kell eladni? Nem tudjuk még. Tessék? A terményeket azt mondja, hogy decemberbe kell repcét eladni. Majd. Jó. Novemberben van valami. Hát a repc az még... Semmi. Most egy tevetve. Jó, de van a silóban is valamennyi. Máshol nem nagyon. Akkor megint fölmegyek az ötös szobába. Jó. Ott várnak a... illetékesek? Igen. Igen. Mész szobára. Az meditálat, mire ezt megtaláltad, hogy oda kell menni? Hát sokáig. Keresgéltem, mert ugye a farmházban, itt a farmház, de te... Hol van Ceffa? Ceffa, mi lesz a vacsora? Mire végignéztem minden, hogy mióta főztél ma Ceffa? Te a konyha, ó nagy. Nyolc zöld babosod is. És akkor eső. Csepereg az eső. Meg sötét van. Hát ebben az időszakban. Megtaláltam, erre van itt a restaurant. Itt a evédlő. Igen, erre van itt a restaurant. Tessék? A vájú. Itt van a szerv műhely. Akkor mindjárt. Az nyilván kitolt az ötös szobának az ajtaja, vagy? Mit? Ötös szobának nyitva volt az ajtaja? Nem. Nem. A kicsiket nyitni. Az összes többit is ki lehet nyitni? Nem. Lift nincs? Miféle szálló ez? Sajnos nincs. Mikor nem esik? Na, remélem akkor, mikor világos lesz. Szakarozik. Megint nem. Megint szakadozik. Most már nagyon szakadozik. Most már állt. A 24-es kukorica, 32-es kukorica, meg a 34-es cukorrépa érett meg. Na? Menni kell kombájnnól. A cukorrépát? Hát akár azt is, de ahhoz venni kell izét ilyen. Pótkocsit. Igen. Nem csak pótkocsit, hanem izét, vágófejet, mert ez krumpli vágófej. Hát, akkor venni kell. De mindjárt akkor veszünk hozzá. Cukorrépa. Cukorbit. Kell egy pótkocsi, de van benne, van olyan, hogy cukorrépás nincs? Nincs, van agyba. Belefér az egész föld. De elég, hogyha egy valaki intézkedik, a másik az adhat mást is akár. Mert hát nem kell hordani. Ez mondjuk legyen... Ugye azt lehet, hogy akkor ezt a földet betelt, mondjuk az nem a miénk, azt nem kell bedolgozni. Vagy szedjük akkor a kukoricát ketten, azt akkor egy meg hordja. Azt majd leszedjük a cukorrépát, ha ketten vagyunk, vagy négyen. Akár. Hát de most veszünk még egy izét, pótkocsit, cukorrépának, az kész. Hát remények, hát hogy elég egy. Nem telik egy meg. Van napraforgóval.
Egy szójababbal, meg egy kukoricával. Van az eleje, melyik az? Talán ez, remélem, hogy ez. Hát nem hiszem, hogy ez, de... Pedig ez. Kukoricát szedünk, vagy? Nem tudom, döntsétek el. Akkor kell még egy pótkocsi. Nem kell még egy pótkocsi, elég egy. Nincsen cukorrépás, vagy van. Három pótkocsi van. Nem? Vagy több. Van még egy pótkocsi, mindjárt itt lesz a üzen csak. Ne rakom addig ide a gépet. Ezt majd, ha kell, akkor fölszedjük. Ott a pótkocsi. Cukorrépának az jó, én meg elmegyek kukoricát aratni. Hát de várjál, nem, a kukoricát aratunk. Oké, csak már a Anti mondta, hogy cukorrépának kell pótkocsi. Igen, mert azért van, abban maradtunk azt, hogy mivel hárman vagyunk, vagyis azért találtam azt ki. Meg kell kukoricát aratni, aztán majd ha leszünk négyen vagy ketten, akkor nekiállunk cukorrépát. Vagy most kukoricát. Mert ugye akkor ha ketten vagyunk, akkor egy arat, másik meg kocsizik. Ha négyen vagyunk, akkor egy arat, egy kocsizik, a másik fele, másik két drag meg arat mást. Az igen. Mit csinált maga főnök? Bement háztáiba aratni. Engedi? Dehogy ne. Majd mindjárt kiderül. Már múltkor is néztük, hogy le kéne szedni ott a háztáiból. Lehet, hogy korábban kanyarodtam, sőt igen valószínű. Nem. Nem engedi? Én gondolom azért nem, mert hogy nincs megvéve a terület. Meg kell venni a területet. Szervusz, Szászi Balázs, üdvözöllek! Szervusz, Sipos Zoltán, üdvözöllek, mint korelnököt! Utához olyan modokat, ahol a Ctrl-C, Ctrl-V-vel oldanak meg valamit, túl sokat nem foglalkoztak vele. Hát... Azt nem lehet megvenni. 22-es, vagy 24-es, vagy 32-es, 24-es, oké. Várjál, már soha franzom vagyok. Jó, a legjobb is van egy út, de most eljöttem. Gyapott főt felül. Na ez. Mert... Hát azt nem mondanám, hogy jó gazdája volt az előző tulaj. Hát ez van. Meg kellett volna trágyázni, mielőtt megvesszük, és mindenről lerajtjuk. Mindegy. Anti, ha gondolod, kihozhatod a harmadik kombájnt is, aztán ennyi. Na, de rohangálnia kell szerintem. Most nincs baj, még nincs.
Na, 25%-on van. Hát jó, akkor nem. Szervusz, Szungyi Dániel. Na, akkor hol találkozunk fél négykor, Dinamo? Nagyon rossz, hogy nem ülök be az autóba, azt megyek vissza. Nem csak papucs, vagy még nyúl is. Akkor ezen a végén vajon mind kiürítjük a tartályt. Ennyi. Oda vissza kibírja. Bőven. Mit csinál ez? Ne csukd össze. Hát miért csukja össze? Nem tudom. Mindegy. Dániel, köszönöm a csillagokat! Jó, írt nekem, de nem látom, hogy ki az. Egy biztos, én a nem. Csak a szél, jó Árpád, körbeszektem. Látható. GPS-en mentél, Gábor? Aha. A nyugdíjba lemásolhatom. Nyugodtam. Jaj, csak hozott mi kombányt. Akkor haladni fogunk. Ilyen termés hozom, mert két kört is simán kibír, szerintem lehet, hogy hármat is. Hát három, kettőt mondjuk, mert egy körbe mentem, egy oda-vissza benne van némi kerülővel, és most van 60%-on. De hát ez egyszerű, mert átmész rajta és 25 alatt van, akkor jó esélye van, csak mondjuk a termés hozom egy kicsit bekavar. Á, Dániel ismét, köszönöm szépen, Tomit, küldök neked egy ilyet. Jó, hát a most kívülött a bőrünk ilyettében. Visszatéri tőle. Hulladik az a játék egyre jobban. Végül sokáig jó volt, most megint nem jó. Lehet újra kiindítani hozzá, de majd legközelebb ráfigyelek. Jól el lett csúfítva a kész traktor. Ma melyike? Hát ez nem kész traktor. Jaj, az. Jaj, zöld azért. Kérem, az az enyém. Az enyém kék, mondjuk az jobb. Azért zöld. Á, de közelebb áll a kékhez, mert végülis ugye a New Holland meg a kéz, az ugye egy. A piros az nyilván sokkal jobb. Répa reszelés. Mi?
ez miért? Jaj, Istenem, elakadt a fába. Na tessék. Kérdezik, mi a meló? Ja, értem. Hol? Ja, jaj, bár Dániel, mi a meló? Aratjuk, ezt learatjuk, aztán szerintem annyi. Már a meló. Közben meszeltük, tárcsáztuk, meg vetettük ezt a földet, meg ezt a földet, meg ezeket, meg azt. Meg most aratjuk ezt. Ennyi volt egyelőre a meló. Dina, hol leszelj meg egy sündisznót? Jó, ugye a hátsóját leszelj meg a sündisznót. Azt megnézném úgy közelről. Ám nem nagyon közelről, csak tisztes távol. Inkább az arc kifejezését. Szállt? Hát mit? Semmi. Hangosan gondolkodtam. Azt beszélem a szájammal, hogy mikor találkozunk, mi nem mondtad. Nyáron szabad lesz, persze. Papucs vagy, meg nyúl, meg minden is. 15 perc alatt átérek, vagy 20. Visszafele jövet, majd learatom. Mit hogy tele? Egy csík elmaradt valamiért. Ja. Nem, ez nem GPS-et vágva. Elérszettem a varjakat. Greenpeace-be fog perelni.
Most szemjük el a pótkocsit kukoricába. Minden baj az. Ah, de jó, szaporodik. Ezer. Na, mindig majd megoldom valahogy. Csak azért hangosan gondolkodok, megtervezek. Hát ez mindjárt megvan. Valahol lakok és mivel foglalkozok? Hát nem látod? Itt lakok a tanyán, meg aratom a kukoricát. Hát ez a Csongrád megyében lakok, Szentes meg. Vasútnál vagyok mérnök. Röviden, hosszabban meg most nincs kedvem ezt elcsitelni, mert kicsit komplikált. Pontosan mi is a dolgom, már kicsit szerteágazó. Akkor gondolom jó érvől, hát honnan gondolod? Mondom a személyiségét, majd így is kérdezhetném. És nem fért bele. Mibe? Ez a kombányba gondolom a kukorica. Egy pici maradt. Az igen, ez tényleg sok. Még azt hittem belefé. Menészel ideásban a gépedet, biztos lehet. Hogy szóval ilyenek szakács, konyha főnke. Nincs hozzá, de akkor figyelj csak, hát akkor... Ki itt a főnök? Semua, szakácsművész vagyok. Ugye? Ezért a Nyomás utána című filme volt. Jöhet neked? Te tudsz franciául? Hogyne. De te esetben az igaz. Semua, meg azért mondta, c'est délicieux, hogy a franciák mondják. Tudsz franciául? Hogyne. Meggyőző volt az is. Az a hogyne. 32-es vagy az még nincs beérve? Kukoricával? Az nem tudom. Kukorica... Röve van érve. A
akkor menjünk oda is. Csak aztán majd lassan menni kell aludni is majd. Hát ez Gábor dönt. Még... Ő, aki holnap dolgozik. Ugye meg Anton. Hát kimehetünk odáig aztán maximum. Ja, akkor menjünk odáig. Mert azért az messze van viszonylag. Ezt a földet el lehet adni. Most már csinálnám valamit akar, mi? Leharadtuk. Hát igen. Ment rá a szémre, köszönöm. Oké, okay, hamburger tudsz? Igen. Minek ekkora felhajtás egy pár hamburgeré? Szóval te vagy az, aki a seggemből akarta hamburgert csinálni. A mi csodájából? Szervusz, Biga papa! Érdezitek, tehet hely. Természetesen tele van karóval. Szervusz Kuplung! Vagy gáz is egyúttal. Kicsit, hogy beljebb jöjjek a géppel. Ennyi? Akkor leáll. Igen. Az eső. Térben meg majd kifolyik, mi? Így van, most legalább kimossa a belsejét. Ne, Anta is megállt. Jó van akkor. Azok, hogy elhazene volna. Ó, sokkal lesz vége. Na jó, hát akkor köszönöm szépen a figyelmet. Szerintem, hogy kihajózom, mi már nem tudom. Meg kihajózzak, Ízestőger úr. Majd látom még egyedül, lehet, nem tudom, majd még meglátjuk. Látom, nincs itt senki, aki szokott. Na jó, hát egyre köszönöm a figyelmet, aztán majd látom, lesz-e, vagy nem lesz, vagy mi lesz. De lehet, hogy inkább alszok, nem vagyok túlzottan energikus, most úgy érzem. De majd meglátom. De egyre köszönöm szépen, itt voltatok, lehetek jók, és találkozunk legközelebb is. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Sziasztok!
Anybody save me?